Pám, pám, páralíradum, pám, pám. Sokan még mindig rettegnek a fogorvostól, de vannak már olyan módszerek, amelyek megkönnyítik a fogorvosi székben töltött perceket, és ezek alkalmazása akár fájdalommentes is lehet. Erről fogok beszélgetni dr. Gáspár Lajossal. Mik a legújabb technológiák a fogászatban? Egy héttel ezelőtt volt a Dental World nevű nemzetközi konferencia Budapesten, ahol a legújabb technológiákat áttekintettük. Ezek között a vezető helyen van a fogbeültetés, implantológia, a csontpótlás, a lézertechnikák, illetve azok a úgynevezett élethű restauráció, koronák, hidak, héjak, amelyek a tökéletes fognak a képét adják vissza a betegnek. Milyen előnyökkel járhatnak az új technológiák? Az új technológiák között a lézerek nagyon sok előnyt rejtenek magukban, ezek a kezelések fájdalommentesek, gyorsak, a páciens számára nagyon kedvezőek, sőt a legújabb technológiák, az úgynevezett safe lézer technológia révén beteg már haza is viheti a készülékeket, olyan kisméretű, elemlámpa méretű készülékek vannak ma már forgalomban, amit a beteg a saját otthonában tud használni, orvosi utasítás alapján. Milyen problémákra nyújthat megoldást? A lézertechnológia nagyon szerteágazó alkalmazási területeken használható. A mozgásszervi betegségek, reumatikus betegségek, derékfájás, térdfájás, könyökfájáson túl, fülorgégészeti problémák, allergiás problémák, illetve a fogászatban, különösen a gyógyítás, a gyógyulásnak a gyorsításában, implantátum beültetése után gyorsabban becsontosodnak az implantátumok, összevarrunk egy sebet, hamarabb összehegednek a sebek, ha valakinek herpesze van, az sokkal gyorsabban meggyógyul. A fájdalmat, a duzzanatot és egyéb kellemetlenségeket ezek a lézerek jelentős mértékben csökkenteni tudják. Mi a folyamata ennek? Maga a kezelés történhet bent az orvosi rendelőben is, illetve, mint említettem, ennek az új technológiának a lényege, hogy szemüveg nélkül használhatja a páciens, mert a régebbi lézerek a szemre veszélyesek voltak, védőszemüveget kellett hordani, ezeket pedig már hasonlóképpen, mint a polarizált lámpák, boltban meg lehet vásárolni, hazaviheti, és otthon tudja kezelni magát, nem kell olyan sokszor a rendelőbe menni, és ezek a hatások, mint egy családi gyógy, eszközként használhatóak. Betanítjuk a betegeket, hogyan lehet ezeket az eszközöket kezelni, és nagyon könnyen otthon használhatóak. Milyen hatásai vannak ezeknek a lézereknek? 60 évvel ezelőtt kerültek be az orvoslásba a lézertechnikai eljárások. Három alapvető hatása van, a gyógyulásnak, a sebgyógyulásnak a serkentése, a második a gyulladásos folyamatok csökkentése, a harmadik pedig a fájdalomcsillapítás. A soft lézerek fájdalomcsillapító hatása az utóbbi évek vizsgálatai szerint vetekszik a fájdalomcsillapító gyógyszerek hatásával, így például a diklofenak hatásával. Köszönöm, tanár úr! Köszönöm szépen!